Csodabogyó névre keresztelték Kaszó legújabb erdei családi tornapályáját. A 8 állomásból álló ügyességi és erőléti elemeket tartalmazó pályát ünnepélyes keretek között avatták fel a településen. S hogy miért éppen a Csodabogyó nevet kapta a tornapálya? Gyakorlatilag itt tőlem jobbra az erdőrész ezzel a csodabogyóval van tele, ami egyébként mérgező növény. El is van kerítve, hogy lehetőleg a gyerekek ne nyúljanak hozzá. Alapvetően a játékok, fajátékok, és minden olyan, ami természetbarát. Az állomásokon kint vannak a gyakorlatilag, hogy milyen feladatokat kell elvégezni, bemelegítés, aztán jöhet a pályaelem használata, és utána egy kis kocogás levezetésképpen. A tornapálya közel 1,5 millió forintba került, melyet pályázati forrásból sikerült megvalósítani a községben. A beruházás a Kaszói Erdőgazdaság ZRT-nek, a cég két lányvállalatának és az Erdőgazdaság azokért, akik az Erdőért Alapítványnak köszönhetően jöhetett létre. A Kaszóért, akik az Erdőért Alapítvány 1993-ban lett alapítva, 2 millió forintos törzstőkével, jelenleg 15 millió fölött van a tőkeállománya az alapítványunknak. 2003-ig alapvetően a környék iskoláit támogatták, 2003 óta különböző sport, illetve tanösvényeket támogattunk itt helyben. Az alapítvány számtalan Európai Uniós pályázatot nyújtott már be, melyek közül több is eredményesnek bizonyult. Támogatásból sikerült megvalósítani az öregerdő tanösvényt és az ökoparkot is. A Csodabogyó családi tornapálya remek szórakozási lehetőséget kínál gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az ünnepséget követően a fiatalok birtokba is vették a játékokat, azonban az idősebb korosztály képviselői is vállalkoztak az eszközök tesztelésére. A kikapcsolódás, erőgyűjtés gyakorlatilag itt a friss levegőn, dohánymentes, füstmentes környezetben elszórakozhatnak. Az elemeket megnézve itt a legidősebb és a legfiatalabb is megtalálja azt a játékelemet, illetve ilyen kondicionáló elemet, amit hasznosítani tud. A helybeliek mellett az üdülő vendégek és a kiránduló csoportok is igénybe vehetik a tornapályát. A Kaszó Erdőgazdaság ZRT az alapítvánnyal közösen idén 52 millió forintot nyert egy szabadidőpark, vagyis egy ökocentrum létrehozására. A kivitelezésnek a tervek szerint még ebben az évben nekiállnak a szakemberek, akik remélik, szeptemberben a hadiösvény avató ünnepségére is sor kerülhet.